Szólja meg! Hey! Tisztelettel üdvözlöm Önöket a Csíkszeredai Busito Hokai Kendo Sportklub nevében. A Kendo Japánból származó harcművészet, a kart útja által, a kart gyakorlat által az emberi természet jobbátétele megbékjózásáról van szó. Ugyanaz, mint a karatéban, a testélek szellem harmóniája nyilvánul meg. A mai bemutatónkon egy általános edzést fogunk bemutatni Önöknek, amelyen Japánban is, de szerte a világon 7 éves kortól korhatár nélkül találhatunk gyakorlókat. A mai bemutatók felnőtt korosztályú harcosok, és többen közöttük országos bajnokok, meg nemzetközi bajnokok. Kérem, fogadják őket szeretettel! Közdelemben használt kard bambuszból van, és az eredeti japán katanát utánozza. Azért, hogy biztonságban tudjunk gyakorolni, ezért alakították ki a bambuszkardot 300 évvel ezelőtt. A kendo gyökerei a feudális korban nyúlnak vissza, akkor, amikor még a szamurájuk a feudális harcokban életüket adták a feltett célért. A lényeg az, hogy félelemmentesen, életemet feláldozva a célt elérjem. Nem lehet a cél mellé menni, nem lehet görbe lenni, egyenes gerincsel. Van egy motónk, ha a szív egyenes, akkor a kard egyenes. A gyakorlás által a kendósnak a szíve megerősödik, karaktere egyenesebbé válik, szeretetre méltóbb, udvariasabb, alázatosabb személyé fog fejlődni, ezáltal a társadalomnak hasznos tagja lesz.
Amit idáig láttunk, ez a kendo harcművészet alapgyakorlataival áll, egy általános edzést nézzük végig, és most következik egy szabad harc. A küzdelem
gyakorlatilag az első találatig érvényes. Ha igazi szamuráj karddal küzdenénk, ha egy tévedés az életünkbe kerülne. A Shinai-jal, a bambuszkarddal ez nem történik meg, de a harcosok ezt a lelkiállapotot szeretnék megvalósítani. Most több gyakorlatot láttunk, több találatot láttunk, ez tulajdonképpen a versenysport. A versenyben lehet veszíteni, lehet nyerni, nem hal bele senki. Tehát a tradicionális harcművészet és a versenysport között a különbség az, hogy a versenysportban mindenáron győzni szeretnénk, a harcművészetben pedig túlélni szeretnénk. És ez nagyon fontos, hogy a kemény lélekcsiszoló edzések által fölemeljük emberi minőségünket, hogy bármilyen tevékenységet az életben a legjobban tudjunk csinálni. Köszönjük szépen! Ahogy a harcművészeti tanítás mondja, a kendo a köszönéssel kezdődik és a köszönéssel fejeződik be. A legfontosabb az egymás iránti tisztelet. A kendo után érdeklődőket szeretettel fogadjuk a Csíkszeredai Készruhagyár irodai épületében működő szentélyünkben, 7 éves kortól korhatár nélkül. Naponta vannak edzések 6 órától. Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy a mai fesztivál egyik legérdekesebb, leglátványosabb, de ugyanakkor leghangosabb bemutatóját láthatok. Ez volt a kendo, Bogzás Csaba mester vezényletével. Köszönjük szépen, hogy tapsot megérdemelnek. Ugyanakkor érkezik a díjátadó, a végező támogatók és jó akarok jó voltából. Köszönjük szépen a részvételt, bízunk benne, hogy találkozunk 2016-ra is.